Tinyec története 976 évvel ezelőtt kezdődött. Akkor 1044-ben jöttek ide az első bencések. Egy későbbi legenda szerint a híres burgundiai klóni apátságból érkeztek, azonban valójában Kölnből, amit történeti kutatások is megerősítenek. A monostor alapítója Kazimierz Odnowiczel, lengyel herceg volt. A szerzetesek mindennapi életét az egyik legrégebbi, a nyugati egyház szerzetes rendjeinek többsége és az e monostor által követett regula, Szent Benedek regulája szabályozza. A szerzetesek zártan, elvonultan élnek, átadva magukat az imádságnak, elmélkedésnek. Alig van kapcsolatuk a monostor falain kívüli világgal. A 12. század folyamán befejeződött a monostor hagyományosan négyzetesen záródó első épületeinek kialakítása a középen elhelyezett kerttel. Apátságunk történetében a 15. század volt az aranykor. Kiváló apátok kormányzása sok szempontból tette nevezetessé, közte a gótikus templom, valamint a monostor épületek átépítése. Az itt lakó közösség figyelmesen olvassa Szent Benedek reguláját, ez pedig egyenesen megparancsolja, hogy az emberek iránt, akik idejönnek a monostorba, tanúsítsanak jó indulatot. A regula azt is mondja, úgy fogadják őket, mint magát Krisztust. Ezért a bencés monostorokban, Tinyecben is kezdettől fogva voltak vendégházak. Különféle lelki gyakorlatokat szervezünk, akinek erre nincs ideje, javasoljuk, gondolkozzon el Istenről annyi időre, amit velünk tölt imádkozással, vagy egymagában. A bencések 120 éves távollét után 1939. július 30-án tértek vissza Tinyecbe. Az épületek állapotára leginkább a romhalmaz kifejezés illett. A kerengő északi részén a barokk vakolat és elfalazás alól feltárultak a 11. század második feléből származó templomfal részletek, továbbá egy valaha a kerengőből közvetlenül a templomba vezető kapu. A vendégekkel kapcsolatos elfoglaltsággal párhuzamosan 1991-től kiadói tevékenységet is folytatunk, ami a bencésekre jellemző hagyományra, a könyvek, az írott szó szeretetére támaszkodik. Tinyecben századokon át működött a szkriptórium, azaz másoló műhely, ahol kódexeket másoltak a szerzetesek saját használatra, a könyvtárnak liturgiai használatra, ma pedig igyekszünk haladni a korral, és egyúttal ügyelni arra, hogy a monostor korunkban készült könyv jó könyv legyen, hasznos, olyan témájú, ami soha nem évül el. I podejmującą tematy, które nigdy się nie starzeją. A 20. század 60-as éveiben templomunk területén széleskörű ásatásokat végeztek. A mai templom padozatának felbontása után feltárták az első, legrégebbi román stílusú templom alapjait és fal részleteit. Igen érdekes temető maradványok is előkerültek. A tinyeci bencés apátság kertjében vagyunk, annak is az alsó részében. A kert harang alakú. Felső része a Szent Benedek kapu, amely kívülről is látszik. Három terasz van déli irányban. A felső rész közvetlenül a monostornál a kert dísznövényes része. A rézsünk diófák teremnek, és valószínűleg lesznek ezután is. Az alsó részre barokkert rekonstrukcióját tervezzük. A múzeum révén 1000 év történetét igyekszünk közel vinni mindenkihez, aki ellátogat monostorunkba. Ezt szolgálja az új épületszárny. Az állandó kiállítás Tinyec történetét mutatja be. Az egyik legfontosabb monostorunkban is ápolt bencés hagyomány a korálok éneklése, melynek gyökerei a kora középkorra nyúlnak vissza. Naponta gregorián korálokkal imádkozunk, azok számára, akik ezt a hagyományt közelebbről kívánják megismerni, korálműhelyeket szervezünk. Ezen alkalmakkor az egyik szerzetes megtanítja, hogyan kell a gregorián korálokat énekelni, hogyan lehet gregorián korállal imádkozni.
Począwszy od roku 2012 rozpoczęliśmy... 2012-től kezdődően a Visegrádi alap által meghirdetett pályázat keretében monostortársainkkal, valamint cseh, szlovák és magyar tudományos intézetekkel közösen belekezdtünk néhány terv megvalósításába. Az első az örökség, kultúra, vendégszeretet projekt volt, Bencés monostorok, mint a találkozás helyei címmel. A következő években két indítványt tettünk, amely a Via Benedictina elnevezést kapta. Arról volt szó, hogy a románkori bencés monostorokhoz kapcsolódó kulturális túraútot hozzunk létre. Voltak konferenciák, fotópályázatok ezeknek a monostoroknak a bemutatására. Ennek eredményeképpen létrejött egy térkép, valamint egy internetes oldal, hogy ez a turistaút virtuális formában elérhető legyen.